20 éves a közgazdászképzés Nyíregyházán. A jubileumra konferenciát szerveztek az egyetemen. A képzés népszerű, jelenleg az újfajta szakok indításában látják a lehetőséget. A köztársasági elnök is levelet küldött a 20 évvel ezelőtti induláskor. Göncz Árpád üdvözlő szavait is kitették arra a tablóra, amit a 20 év alatt készült fotókból állítottak össze az egyetemen. Veres József volt az alapítója a képzésnek, az akkori oktatók azt mondták, nem csak a kormányzat, de a szakma is támogatta őket. A legfőbb gondolat, indok, motiváció éppen az volt szerintem, hogy Kelet-Magyarország közgazdász szakember ellátottsága javuljon, és nyilván Nyíregyháza egy olyan központ, ahol a város maga is lehetőséget kínált egy ilyen intézménynek, egy olyan környezetet, amelyben hát remélni lehetett, hogy az intézmény fenn is marad, és hogy a 20 év bizonyítja, hogy ez sikerült is. A nagyobb városok azok mind szerettek volna, és ez érthető is saját felsőoktatási intézmény, hiszen annak olyan kisugárzása van, szakmai tekintetben olyan vonzereje van, és nyilván a szakember ellátottság tekintetében is annyira pozitív, hogy ez egy városnak elemi érdeke. Most nagyon érdekes, hogy a kormányzatnak is volt egy hozzáállása, némileg ambivalens, de a már meglévő képzőintézmények, mondjuk ebben az esetben a Marx Károly és ugye később neveket változtatott, hozzáállása pozitív volt. Tehát nem konkurenciaként tekintettek, hanem segítőkészen. Nagyon sok oktató lejött, lejárt, segített. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból nagyon szép történet a együttműködés és a támogatás segítés tekintetében. Ez az intézet a múltban is és most is kiváltképpen nagyon komoly aktivitást mutat. Onder Csaba, a Nyíregyházi Egyetem rektora nyitotta meg a jubileumi konferenciát. Az előadók hangsúlyozták, sokan akarták, hogy a városban legyen közgazdászképzés, ezért sikeres az intézet. A Nyíregyházi Egyetemen egyre népszerűbbek a közgazdás szakok. Idén a tavalyinál 15%-kal többen jelentkeztek ezekre a képzésekre. A konferencián elhangzott, az új képzések indításával tudják fenntartani az intézet iránti érdeklődést, ahol jelenleg két tanszéken 14 oktató tanít, és csak nem 600 hallgató jár a képzésekre. Vendégem a stúdióban Vargáné Bosnyák Ildikó, a Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Nos, milyen céllal, illetve milyen okkal, vagy valamilyen nyomással indult el 20 évvel ezelőtt a gazdálkodástudományi szak? Valóban 1995-96-os tanév volt az első év, amikor lehetett indítani, akkor még gazdálkodási főiskolai szakot Nyíregyházán. Kettő célja volt igazából a képzés indításának, nem titkolt célja volt, az egyik a szakember képzés természetesen. Második sorban a képzésnek a célja az volt, hogy ezeket a szakembereket a régióban, a megyében sikerüljön tartani. A közgazdász képzés igazából ekkor még bontogatta a szárnyait vidéki viszonylatban. A bejátszásban is elhangzott, hogy úttörőként először Nyíregyházán indulhatott a 3 éves rövid ciklusú képzés, közgazdászképzés Nyíregyházán. A piacgazdasági viszonyok megteremtésének, megszilárdításának céljából indult a közgazdászképzés. Hová pozícionálta magát annak idején az akkori főiskolán ez a képzés, és elhangzott ugye a bejátszásban is, hogy valójában nem volt konkurenciája a már meglévő közgazdászképzéseknek. Miért? Valóban, mert vidéki viszonylatban ekkor még nem volt közgazdász jellegű képzés, elhangzott, hogy a mai Corvinuson volt a közgazdászképzés. Ekkor kezdtek el vidéki viszonylatban elsőként Nyíregyházán meghonosítani rövid ciklusú 3 éves képzéseket. Debrecen és Miskolc között azt gondolom, hogy megtaláltuk a helyünket, és mai napig is megtaláljuk a helyünket, hiszen 20 éves jubileumot tudtunk ünnepelni. Ezek szerint a létjogosultsága igazolódott az elmúlt 20 év alatt. Milyen pályát futott be, milyen éveket futott be ez a képzés az elmúlt 20 évben? Az elmúlt 20 évben több mint 5000 diplomát adtunk ki, 5000 közgazdász diplomát sikerült kiadunk. Azt gondolom, hogy ebben a viszonylatban így sikertörténetnek minősíthető ez a képzés. Kiknek ajánlható ez a képzés? Egészen másfajta képzésről van szó, mint mondjuk a Corvinuson. Így van. A cél az mindig egy gyakorlatorientált képzés volt. A mai napig is igyekszünk gyakorlatorientált képzést nyújtani az ideérkezőknek. 5 szakirányon lehet elvégezni a közgazdászképzést. Logisztika, pénzintézeti, közigazgatási, piactervezési és vállalkozásszervezési specializációk közül lehet választani. A gyakorlatorientált képzés az azt jelenti, hogy a 7. félében csak gyakorlaton vannak kint a hallgatók, és az első hat fél év során is igyekszünk arra törekedni, hogy ne pusztán elméleti tudást tudjunk nyújtani, hanem inkább gyakorlatorientált
tudást. Meglehetősen nagy hullámzásokat élt át az elmúlt 20 év alatt az intézet. Így van, valóban. Ez nem elsősorban azt gondolom, hogy a képzés vagy az oktatói gárda az oka, hanem az a fajta demográfiai változás, amelyet megéltünk az elmúlt 20 évben, nem csak ehhez a képzéshez kapcsolódóan, minden egyéb más képzéshez kapcsolódóan is. Illetve a közigazgatásban született előírások így is van, azért besegítettek ebben. Volt néhány nagyon-nagyon húzós munkával teli évünk a 2000-es évek elején, amikor kijött az a fajta szabályozás, hogy a közigazgatásban dolgozóknak rendelkezniük kell felsőfokú szakirányú képesítéssel. Ennek keretében 2002-2003-4-ben valóban több mint 1000 hallgatót sikerült beiskoláznunk elsősorban levelező tagozaton. Ma ehhez képest jóval kevesebb a létszám, de nagyon nagy változásokat él át a felsőoktatás ma Magyarországon, és így a Nyíregyházi Egyetem is. Hogyan várható a gazdálkodási szakoknak, a Gazdálkodási Tudományi Intézetnek a jövője? Valóban el is hangzott, hogy most közel 600 hallgató tanul gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon. A jövő az a duális képzésben rejlik, azt gondolom. A duális képzés a gyakorlatorientált képzésnek a fellegvárának mondható, hiszen ez egy teljesen új képzési forma, amely tavaly indult először más mérnök tudományi területeken. 2016. szeptemberétől indulhat gazdaságtudományi területen duális képzés, nem csak nálunk, hanem bárhol az országban. A duális képzésnek a lényege, hogy már évközben is a hallgató 3 hónapot a gyakorlati helyen tölt, 3 hónapot pedig elméleti képzés keretében az egyetem falai között. Ez azt jelenti, hogy az első 6,5 év is már fele ideje az gyakorlat, fele ideje elméleti képzés, és természetesen a 7. fél év megmarad gyakorlatorientáltnak. Azt gondolom, hogy ez a jövő, hiszen ide azokat várjuk elsősorban, akik jó szakemberek akarnak lenni. Akik a tudomány művelői akarnak lenni, nyilván nekik lehetőségük van tovább menni mesterképzésre, a tudományegyetemekre. Mi a hangsúlyt arra szeretnénk fektetni, hogy jó szakembereket tudjunk kibocsátani a megye és a régiónak. Mennyire stabil és mennyire jól felkészült az oktatói gárda mindehhez? Azt hiszem, hogy ezzel soha nem volt baj. Az elmúlt 20 évben kiváló oktatókkal találkozhattak a hallgatók az intézetben, ez a mai nap is így van. Természetesen az oktatói létszám az igazodott a hallgatói létszámhoz, de az oktatóink többsége minősített oktató, tehát PhD fokozattal rendelkezik, és igyekszünk megfelelni a piaci igényeknek, valamint a duális partnerek által támasztott igényeknek, hogy gyakorlat tudjunk nekik mutatni. Mennyire piacképesek azok a diplomák, amit itt megszereznek a hallgatók? A 20 éves a közgazdászképzés konferencia keretében egy tanárdiák találkozót is szerveztünk a délutáni órákban, ahova régi hallgatóinkat hívtuk meg. Itt nagyon jól kitűnt, hogy a régi hallgatóink nagyon jól megállták a helyüket, hiszen közigazgatás, rendészet, igazgatás, pénzintézeti szakembereket tudtunk így már fogadni, akik vezető beosztásban vannak. Mennyire tud mindig megújulni ez az intézet, mennyire tud igazodni a piaci igényekhez, és hát most már így 20 év elteltével azért a konkurencia is nagyobb, hiszen több vidéki felsőoktatási intézményben vannak hasonló szakok. Valóban a cél az úgy szakok, illetve specializációknak az indítása. Szeretnénk pénzügyi számviteli specializációt indítani, valamint a közigazgatási szakirány specializációt úgymondva feltámasztani, amelyet az elmúlt években nem tudtunk indítani, pontosan azért, mert hogy a piac kimerült. A jövő az azt gondolom, hogy ez. Az oktatók ehhez megpróbálnak új tananyagokat, segédanyagokat írni, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a jelentkezési adatokat, amelyek egészen jól alakultak, 15%-kal bővült tavalyhoz képest az első felvételizőknek az aránya, úgyhogy várjuk július 26-át. Erről is be fogunk majd számolni, azt gondolom. Margáné Bosnyák Ildikó, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba hozzánk.